Augusztus 13-ától egyetemistákat fogad a Rákóczi Szövetség sátoraljai ügyei tábora, ahova 18 országból több mint 300 magyar fiatal érkezett. Spanyolországból. Kolumbiából. Szegedről érkeztem. Kárpátalja oroszi. Dunaszerdáról érkeztem, és a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen tanulok. Argentinából. Pilis-Csabáról érkeztem, és a Közszolgálati Egyetemen kezdek mesterképzést fejlesztéspolitika szakon. Bőből érkeztem egy kis faluból. Ausztráliából jöttünk. Homorodalmásról érkeztem, és a Bábes-Bolyai Tudományi Egyetem tanulója vagyok. Uruguayból érkeztem. 60-ból. Kárpátalja, Fancsika. Debrecenből jöttem, és a Debrecen Egyetemre járok. Svédországból. Németországból. Szentesről érkeztem. Macedóniából. Kanadából érkeztem. Nagyvárodról jöttem. Veszprémből érkeztem. Brassóból. Marosvásárhelyből. Kisgéres. Szabadkáról. Nagybékányból jöttem. Nagyváradi vagyok, és Kolozsváron tanulok a képzőművészetiben. Tiszafüredről. Szentről. Két helyről érkeztem. Budapest, Elte. I'm from Brazil. Nekem nagyon tetszik a tábor, nagyon tetszik itt a hely, ahol vagyunk. Sátor olyan új helyen, olyan szép a kilátás, ami van, és az emberek nagyon-nagyon aranyosak. Van néptánc, énekek, medence, buli, az is nagyon jó. A kapcsolattartás az napi szinten lehetséges a világ legtávolabb pontjai között is. Tehát, hogyha ezt felhasználva ápolják, erősítik azokat a itt felszedett kapcsolati szálakat, amelyekhez ez a tábor hozzásegítette őket, akkor szerintem már önmagában is betöltötte a szerepét ez a tábor. A Rákóczi Szövetségnek azok a programjai, amelyeket a különböző korosztályú fiataloknak szerveznek, éppen abban segítenek, hogy egymást megismerjék, kapcsolatokat építsenek ki egyetemisták, középiskolások, kisiskolások, egymásnak az életét, a problémáit megismerjék, és olyan barátságokat, olyan szövetségeket kössenek, amelyek aztán kitartanak hosszú éveken keresztül. Szerintem egy tökéletes hely ez az ismerkedésre. Családunk van itt Magyarországon, meg a kultúránk is ide kapcsolódik, és otthon ias érzés. Nagyon várom már az új izgalmakat, amiket a egyetemista tábor hoz nekünk. Már önmagában az a tény, hogy ezen a mai rendezvényen, illetve ezen a heti rendezvényen 18 országból vannak jelen egyetemisták, akik mind magyarok. Az bizonyítja, hogy mennyire fontos az a tevékenység, amit a Rákóczi Szövetség végez.